Szeretettel üdvözlünk mindenkit, és úgy néz ki, hogy 15. hétre egy kisebb uborka szezon alakult ki a friss gamer információk terén, de azért beszámolunk nektek egy új Dragon Ball játékról, a Tekken Tag Tournament 2-ről, valamint a Halo 4 multijáról is a nyúlt fartnyi rövid hírek után. A Square Enix végre azért csak bejelentette a Sleeping Dogs megjelenési dátumát, ami hazánkban augusztus 17-ére esik. A játékban egy beépített fakabáttal kell a triádok ellen felvennünk a harcot. A PSN Free magazin két meg nem erősített megjelenési dátummal hívta fel magára a figyelmet, melyek a GTA 5 2013. március 9-e és a Hitman Absolution 2012. decemberi debütálását hirdetik. Az Electronic Arts felkérte a Vasakör, az Álmodó és a hamarosan megjelenő Flight filmek producerét, hogy készítse el a Need for Speed filmadaptációját. A PlayStation Facebook oldalán feltüntetett kép a megváltást fog hozni a bosszú felirattal, és a 4. hó 19. napjára mutató dátum azt a csütörtöki időpontot takarhatja, mikor remélhetőleg egy God of War bejelentéssel leszünk gazdagabbak. Friss információk érkeztek a Resistance Burning Skies-ról. A játékban 4v4-es csatákat vívhatunk, vagy akár páros 2v2-es küzdelmekben is részt vehetünk, ha nem sikerül összeszedni a 8 szereplős játékhoz az embereket. Továbbá a Vita verzióban helyet kap egy Party Apps alkalmazás is, ami a csoportmérkőzésekre ad majd lehetőséget. Internetes játékunk befolyásolja a story módot is, sőt még plusz tartalmakat is megnyithatunk majd az online csatározások során. Áprilisban bizony a Kinect-tel rendelkező Skyrim tulajdonosok ugrálhatnak örömükben. Egy teljesen ingyenes frissítéssel kedveskedik nekik a Bethesda, melynek felhasználásával a szerepjátékban hangvezérléssel indulhatunk neki a kalandozásainknak. Több mint 200 hangutasítást helyeztek el a csomagban. A leglényegesebbeknek a varázslatok és a követőinknek való parancsok kiosztásának a lehetősége tűnik, de a menüben és a skillek közötti hangvezérelt barangolás is szórakoztató lehet. A Dragon Ball széria bizony sokunk gyerekkorában szerepelhetett mérföldkőként. A harcon túl rengeteg eszmei mondanivalót továbbítottak a rajongóknak, úgy mint a barátság és a család fontossága, a világ megmentése, és hogy felesleges az iskola, ha erős az ember. Ugyanezt a sok mondanivalót nem, de a harcokat előreláthatólag 100%-ig átélhetjük majd, legalábbis a Namco Bandai Community Managere szerint, mivel a DBZ plusz Kinect egyenlő ütések, rúgások és kamehamehák twitteres üzenete erre enged következtetni. A játék várhatóan 2012. októberében érkezik meg. A Tekken Tag Tournament 2 bizony Japánban már pörög az arcade gépeken, míg az otthoni konzolokra, mint a PlayStation 3 és az Xbox 360 csak szeptemberben érkezik a játék. A hatodik rész hibáit orvosolni próbáló új részben több mint 50 karakter szereplésére lehet számítani. Lehetőségünk lesz 1-1, 2-2 és 2 az 1 elleni bunyókra is, sőt még egy új mód, a Fighter Lab is helyet kapott a programban, ahol a kezdők elsajátíthatják a harcrendszert, a haladók pedig tökéletesíthetik stílusokat egy a gép által irányított harcos ellen küzdve. A Halo 4 multi módja úgy néz ki, hogy közvetlenül kapcsolódni fog a story módhoz. A játékosok a Spartan 4 katonáit veszik irányítás alá, és küzdenek válvetve vagy épp egymás ellen. A játék kópmódjában hetente frissülő küldetéseket vihetünk végig barátainkkal, vagy épp vállalkozó szellemű idegenekkel. Ezek a küldetések hasonlóan a single player módhoz el lesznek árasztva átvezető videókkal, így teljes körű történeteket mesélnek el. Továbbá a programban rang és fejlődési rendszer is helyet kap, és az internetes módok is támogatják majd a drop-in rendszert, így a lobbyban való várakozás a multé. A Project X Zone egy igazi Megamix, minden idők legdurvább crossovere, ahol a Namco, a Capcom és a Sega legnagyobb arcai esnek majd egymásnak, méghozzá párosával. A teljesség igénye nélkül találkozhatunk majd Ryu-val és Ken-nel a Street Fighterből, valamint X és Zero is képviselteti magát a Mega Manből, feltűnik majd még Pai és Akira a Virtua Fighterből, na és persze Jin és Link Shaiu a Tekken színeiben, de beugrik majd Dante is a Devil May Cry-ból, és Ulala is a Space Channel 5-ból, hogy csak néhányat említsünk az ismertebbek közül. Rizikósnak tűnik ez a koncepció, de reméljük szépen összehozzák a készítők.
A Resident Evil 6 producere a Now Games magazinnak nyilatkozta a napokban, hogy a program körülbelül 30 órás játékidőt fog biztosítani. Ennek oka, hogy minden játszható karakter különálló, teljes idejű kampánnyal rendelkezik, így mindegyiknél más lesz a játékélmény. Leon kampánya a negyedik epizód hangulatát hozza, Chris az előző részből kilépve viszi tovább a történeti szálat, míg Jake egy kicsit kalandjátékosabb stílusban köti majd le az érdeklődést. Ezzel 15. heti hírösszefoglalónk első részének már végére is értünk. Figyelmeteket köszönjük, sziasztok!